A zalaegerszegi 6 pontos vereséget követően a nyíregyháziaknak mindenképpen nyerniük kellett volna ahhoz, hogy ne érjen véget a párharc. Az első negyedben fejfej mellett haladtak a csapatok, a hajrá azonban a vendégeké volt, akik így 5 pontos előnnyel vonulhattak az első pihenőre. A folytatásban a zalaegerszeg állva hagyta a hazaiakat, 20 pont fölé nőtt a különbség, amelyből végül 17 megmaradt a nagy szünetre is. Fordulás után nagy hajrába kezdett a Marsó NKK, Dony ponterős játékának köszönhetően felzárkóztak a hazaiak, majd utól is érték az etét, sőt Walker a győztes kosarat is megszerezhette volna, a labda azonban leperdult a gyűrűről, így következett a hosszabbítás. A ráadást az Egerszeg kezdte jobban, és előnyével jól gazdálkodva végül 4 ponttal megnyerte a mérkőzést. Végig reménykedtünk abban, hogy a rossz kezdést meg tudjuk fordítani, és ki tudjuk harcolni azt, amit el szerettünk volna érni az egész bajnokságban. Sajnos ez már nem sikerült. Elkezdtünk egy mérkőzést úgy, hogy mintha a játékosaim nem is lettek volna itt a pályán, mint akik föl akarták volna adni a találkozót. Aztán utána a szünetben magukra találtak. Úgy gondolom, hogy mindenki azt érezte, hogy az utolsó lehetőség, az utolsó szalmaszál, amivel meg lehet kapaszkodni, és már nincs igazi teher a bálunkon, ezért felszabadultabbak voltunk, erősebben támadtunk, erősebben védekeztünk, és ez eredményezhette, hogy visszajöttünk. Sajnos a tapasztalat a Will kiválásával a pályáról is eltűnt, és így már nem tudtuk megfelelőképpen a hosszabbítást magunk javára fordítani. A Marsó NKK ezzel az utolsó helyen végzett az NB1-ben, és elvileg elbúcsúzott az élvonaltól. Az azonban csak júniusban derül ki, hogy a szövetség hány csapattal írja ki a 2014-2015-ös bajnokságot, így elképzelhető, hogy a nyíregyházi gárda ősszel is ott lesz a legjobbak között.